Képzeljétek, rávettem magam, hogy elutazzak Mr. Beast föld alatti városába. Na, mehet a felvétel, megy! Senkinek se kell bemutatni az amerikai Mr. Beast-et, hiszen ő rendelkezik a legfeliratkozottabb YouTube csatornával a világon, viszont ez a föld alatti város itt található Erdélyben. Úgyhogy elhatároztuk, hogy a mai nap felfedezzük és leleplezzük az összes helyszínt, amit bejártak, hogy mennyi igaz belőle és mennyi kamu, mert az utóbbi időben hát elég sok kritika születik róla, hogy hogyan bánik az emberekkel, illegális tevékenységeket futtat, és persze sok CGI-t használ a videóiba, amik megkérdőjelezik a hitelességét. This train track is CGI, these bus wheels are CGI, this explosion is fake, Shredder is CGI. This car is digitally lifted. This pit is fake, this guy is fake. Meg kell hagyni, azért elég pazar a hely, és nem szeretnék innen lepottyanni. Egyelőre le vagyok nyűgözve a látványtól, aztán később kiderül, hogy minden valós volt a videójába. Nem mint tököljünk, keressük meg az első helyszínt. Melyik az első helyszín? A kemphelyüket, ahol ők kempeltek. Jó. Én is azt keresem, ahol oda akarok állni, ahol pont aludt Mr. Beast. Ott le akarok feküdni. Ezzel a lendülettel le is másztunk a 13 emeletes szűk lépcsőkön, úgyhogy ha valaki tényleg nincs kondiba, ide-oda járkálni itt valóban megterhelő lehet. Miért ilyen szűk? Jaj, itt mi történt? Okay. Ezt biztos így tervezték? Nem jó izomlázra. Beast csapata is pont ezen a lépcsőkön mászott le, viszont éreztem a videójában egy kis túlzást. This city is built inside of a mine dating back over 1,000 years ago. And with countless uncharted tunnels and chambers, who knows what horrors we'll run into. Félreértés ne essék, nagyon tetszett és nagyon királyúan felvázolva a helyzet, de hát úgy adt elő, mintha felfedezetlen kísértetés helyek lennének itt, mikor ez amúgy már régóta csak egy turista látványosság. De ott van, ott aludtak, ott látom a spotot, ott né. Oh my god. Megéltem azt a pillanatot és azt a milyen akusztika, hogy itt aludt Mr. Beast, és én most rátaposhatok arra a helyre, ahol aludt. Day one in the underground city was a success. We'll see you in the morning. Amúgy semmilyen érzés. Te érzel valamit, hogy itt aludt Mr. Beast és a csapata? Amúgy én sem. Legalább az első helyszínt megtaláltuk. Ez mi? Bizonyíték, ez biztos, hogy ők hagyták itt. Azt is ők hagyták. Ide szartak? Húgyolcak, ember? Kemphely valóban olyan volt, mint a videóban, ezzel kapcsolatban nem is kételkedtünk, úgyhogy nem sokára megnézzük a titkos járatokat, a legmagasabb helyet, óriás termet, azt a bizonyos zsákutcát, ahol a termékeket mutatták be, és még Ice Hose Pedro is van egy infóm, de előtte keressük meg a hajókat, hogy lehet egyáltalán itt vízre szállni, vagy sem. Turista! Né, ott tettek, hallod-e? Itt tettek, esküszöm. Itt történt az utolsó vacsora. Greedy Pepsi, Skibidi Messi. Itt hogy van te? Hogy van itt négy? Szerinted de itt hogy van? Ebben a boss bomba biztos helyben. Az a durva, hogy lehet itt bent ilyen. Bebizonyosodott, hogy eddig nem találtunk CGI-t, vagy nem emlékszem jól, de hogyha mégis találtunk, biztos a vágó Alex már kiderítette. Igen, mivel a későbbiekben fogok beszélni egy ott dolgozóval, és mint kiderült, valóban volt egy-két kamuzás a Beast videóban, amitől hát kicsit leesik majd az állam. Na de onnan nem is volt olyan sok séta, és meg is találtuk legalább a hajókat. Kipipálva! A csónak is! Hát te mit locsolsz össze sós vízzel? Tényleg ott van az a lyuk! Abba a lyukba másztatok fel! Gyere, másztuk fel abba a lyuk! Csoki! De amúgy nagyon-nagyon hangulatos a hely. Szép innen. Szép román zászló is ott van. Tényleg a videóban ki volt CGI-ozva? Nem emlékszem. Nem, a román zászló valóban ott volt az ő videójukban is. Viszont ha már bízték, nem merték megkóstolni a vizet, na majd akkor én. Mi a? 260 gram per liter. Azt a rohadt! Postold meg a vizet! 260 gram per liter. Ezt ki kell köpjen? Hova köpjen? Muszáj! Aztán nem gondoltam volna ilyen sós, hát lemarta a kezem. És még azon töprengtünk, hogy ők hogy merték ilyen sós vízbe belehajigálni a cuccaikat, vagy egyáltalán hogy engedték meg ezt nekik? We just finished fishing everything out of the water. Szerintem ez kamu, és maximum egy üres zsákot hajtottak bele, hogy csak értitek, legyen vicces a videója. Én meg vagyok bizonyosodva, hogy nagy rész nem volt CGI, szóval nem tudom, Beastet miért támadják ezzel kapcsolatban, jó? Tudom, hogy voltak egy-egy túlzásai, de... Szerintem a robbanásokra gondolnak ők. Lehet, de ez a hely, ez egyelőre 98%-ban megegyezik. Látod? Sós a kezem. Nekem is. Na de mivel furdalt a kíváncsiság, és ideje lenne megtalálni azt a nagy termet, hajókázás közben megkérdeztem egy ott dolgozót, hogy mizu ezzel a helyen itt fent. Erről hangfelvétele van. Scuze, a colo c'è este non truc? Si n'avem voie să urcăm acolo. Okay. Amint hallottátok, a nagy terem zárva, szóval az egy fail, nem tudjuk megnézni, de ha már itt vagyunk, akkor érdeklődtem ezzel a titkos ajtóval kapcsolatban is. Akkor ugye kifosztó sája,
au făcut undeva în studiul ei. Da, au făcut-o aici, pe tunelul ăla, pe la lung, au făcut-o ei acolo ca să facă tranziția către reclama respectivă. A lényeg elvileg az volt, hogy ez az ajtó nem is létezik itt a bányában, és az alagút végén is, amit láttunk, azt igazából bízték, a saját stúdiókba csinálták meg, hogy meglegyen a szponzorációs átvezetés. Szóval itt is, amit az animációnőit magyaráz, egyszerűen nem létezik, legalábbis itt nem létezett. Úgyhogy megtaláltuk az első hibát, CGI-t, nem CGI, de az valóban nem létezik ebbe a bányába. Pedig én akartam venni bízburgert, meg mindent a most mondták el, hangos bemondon, hogy nem szabad enni és inni. Nem mit csinál? Huligán! Hagyjál már egy haritembe, ilyen halok. Amíg összerágom azt a csokit gyorsan, ha még nem vagy feliratkozva, akkor most csekkold le és most iratkozz fel, mielőtt észre nem veszik, hogy zabálunk tilosba. Szóval... kempelőhely, hajók, óriás terem és nem létező ajtó letudva, úgyhogy ezután meg akartuk keresni a rejtélyes keresztet, a legmagasabb helyet és azt a bizonyos kis kilátót, de úgy érzem nem lesz egyszerű. Ott nézném meg, mi van. Ott az a kicsi lyuk, ott a showba látod, és ezt a lyukat a show. De be lehet jutni, ők bementek. Nope. Ők bementek, és kinéztek onnan. Integettek. Baszd onnan. Abból a lyukból. Dude, I can see our camp. Look! Egyszerűen felmásztunk újra a lépcsőkön, hogy hát ha megtaláljuk bármelyik járatot is a célpontjainkhoz. Jó, nem szeretnénk beesni. Eddig ez CGI. Eddig ez nem CGI. De várj, ők itt járkáltak, és mondták, hogy tériszonyosok, és nem akarnak leesni. Nem ilyen bitang korlátok vannak itt, hogy lehet itt kiesni? Oh my gosh! How are you so calm? If I'm gonna die, I'm gonna die, I'm not gonna worry about it. Nézzük meg, hogy ez a show itt CGI-e vagy sem. Hogy lehet leszedni? Sót nem szabad hazavinni, azt mondták. De nem haza akarom vinni, meg akarom enni. Tényleg sok. Hülyeségből elég folytattuk is a keresést, viszont ezentúl bármilyen kis kaput vagy ajtót találtunk, egyszerűen azt írta rajtuk, hogy belépni tilos, és le voltak lakatolva. Tényleg mindenhol. Le van lakatolva. Le. Miért? Itt is van egy ajtó. Mindenhol van egy csomó ajtó, ma nem lehet bement. Hát ez szomorú. Mit mondtál? Jó hallottam? Lerúgtalak már kétszer is. Még az a bizonyos kis filmező helyiség is az alsó emeleten. What the hell, bro, még a moziterembe is tilos bemenni. Eljövünk egy ilyen helyre, és mit csinált Lemi? Telefonozik. Mert videót kell kitegyek. Most vagy egy olyan helyen, ahol többet sajátet nem fogsz járni. Videót vágok. Telefonon. Telefonon. Amatőr. Úgyhogy ezeket az időzőjeles rejtélyesebb helyszíneket Failnek kellett elkönyveljem, mert hát nem tudom, bízték, hogy mehettek oda, gondolom extra pénzért, vagy ki tudja. Úgyhogy egyetlen részlegünk maradt felfedezni, ami egyben az egyik legfontosabb, ahol a minigolf pálya van, pingpong, óriás kerék és egyéb szórakozás lehetőségek vannak. Megérte azt a 60 lejt befizetni? Mi ez a csigatempó? 60 lej volt! Egy kör 8 perc, ettől egyáltalán nem félek. Hát nem félni akartál itt? Nagyon megérte. Fentről is ott szebben láttuk volna. Ki kell pipálni, mert itt is jártak bízték. A lábnyomukba kell lépni, mindenhol. Jó, jó, hülye gyermek. Ahogy leütél, milyen tüzét. Nézd meg, hogy látszik a vasár. Ez tartja? Ez tartja az egész. Ez itt román építés. Tészet, nem német. Ezután még kipróbáltuk a pingpongot, majd a minigolfozást is, és egyszerűen sugárzott belőlünk a profizmus. Úgyhogy ez nem meglepő, de a szórakozó helyiségek valósak voltak, és egyszerű volt megtalálni. Viszont mondtam, hogy van még egy infom iShowSpeed-ről. A lényeg annyi, hogy egyszer rám írt Instán, és én ezt nem láttam, és egy hét múlva válaszoltam, ez valamikor nyáron történt, majd egy kis választ én is visszabigyeztettem, de ő aztán azóta is ignorált, szóval fan se tudja, hogy mit akart őszintén, nem olyan nagy vászizdás, csak gondoltam megosztom veletek, mert miért ne? Ez nagyon menő dolog, ha egy amerikai híresség rátok ír, nem? Amúgy nem. Hallod, de Csoki, eddig szerinted CGI volt Beast videója? Igen, teljesen. Teljes CGI? Akkor én is ilyen jó CGI-lok? Asztal, nem ilyen menni, mintha jégbarlang lenne. Végeredményben ez egy nagyon látványos és egyedi turisztikai helység. Fogalmam sincs, hogy itt a srácok mit tudtak 7 napon keresztül csinálni, mivel mi 3-4 alatt bejártuk, amit csak lehetett. Bandukolunk felfelé, úgy döntöttünk, hogy elég volt ez mára. Hát, fingom nincs, hogy 7 napig itt mit lehetett csinálni, hogy nem unatkoztak a srácok. Sajnos Beast videójában volt valóban egy kis kamuzás, nem mondanám, hogy olyan óriási, na mindegy, de... Sikeresen kijutottunk a föld alatti városból, ami valójában elmegy városnak, úgy őszintén. Még falunak is nehezen az a bot. Igen, mi történik te? Szerinted ez a város milyen volt? Ez nem volt város, ez egy bánya. Monumentum. Remélem, ti is elveszéltek ezt a kis felfedezősdit, úgyhogy itt a következő videó képernyőn nézzétek meg most azonnal, vagy ha nem fel fog robbanni az outro, nézzétek már meg az adott videót, ember, azonnal nézzétek meg!